Jean de La Fontaine meséje. A hegyi patak és a csendes folyó. Vad patak zúg szörnyű zajjal hegyről le, mint fergeteg. Mindent megfutásra sarkal, nyomán romlás réme nyargal, partok mezők rengenek. Jön-e olyan vándor erre, aki rajt átkelni merne? Egy. Mert látta, rablók jönnek, utcó neki vágbiző, hogy a vízár köztes köztük zuhogjon a rémítő. S lám, az ár csak rémítés volt, csak vaklárma, semmi mélység. Vándorunk a puszta félsznek kicsi árán szabadul, s bár a rablók odaát is egyre üldözik vadul, nem fél már, hogy utolérnék. S íme, nagy folyamhoz ér még. De az oly biztatva foly, édes álomképe szinte, csöndben terül síma szintje, s ő azt hiszi, íj úton már vajmi könnyen átlohol. Beleugrat, s lova menten meg is menti a rablóktól, de nem fönn a víz felett. Ló és lovas mind a ketten balul úszva isznak immár sztikszi éjszín vizeket. Mennek le, hol örök ében leng a sok-sok árny, a halvány már nem földi vizek partján. Nem ártalmas, aki hangos mindenütt, de szedelmes ember bizony zajt nem üt. Elmondta Korek Mária.